Jó estét kívánok, kedves nézők! Hát akkor következzen a mai mérkőzés záró találkozója, Olaszország-Albánia mérkőzése, zárjuk az A csoportot. Egy nagyon izgalmas Horvátország-Spanyol mérkőzés, illetve hát természetesen a napnak a legjobb mérkőzése a Magyar-Svájc után. És akkor következzék az egyik úgymond titkos esélyes albán mérkőzés, és hát a címvédő olaszok mérkőzése, a himnuszok. Önöknek azért elárulom gyorsan, miatt még az olaszok kezdő 11-et láthatják a képernyőn, hogy Donnarumma védi a kaput. Di Marco, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Fratesi, Chiesa, Raspadori és Zaniolo a kezdő 11. Ez tehát az új szövetségi kapitány Luciano Spalletti kezdő 11-e. Szóval ahogyan értesültek a kedves nézők még az Európa bajnokság kezdete előtt, hogy az új szövetségi kapitány gatyába akarja rázni, hát mégiscsak a Európa bajnokság címvédőjéről beszélünk, hiszen azért egy nagy keretváltozás, generációváltást hajtott végre az új szövetségi kapitány, de hát ugye a régiekről se beszélj, se felejtsük el ugye Chiesát is, meg Jorginhót is, ugye Roberto Mancini, ugye már a Szaúd-Arábia szövetségi kapitánya. Ami az albánokat illeti, azokra nagyon kell figyelniük az olaszoknak, mert azért a nemzeti válogatottunknak az életét is elég komolyan megkeserítette. Akiket ki kell emelni, az Uzuni, a volt ferencvárosi játékos, szóval a ferencvárosi drukkereknek ez egy nagyon kellemes emlék, de bízunk benne, hogy nem fog Albánia borsot törni az olaszok óra alá. Megkezdődik a mérkőzés, balra jobbra látható az olasz válogatott, kékben láthatóak ők a pályaválasztók, természetesen fehérben viszont az albánok, ők indították útjára 45-90 perces útjára a labdát. A meccs történelmet, az egymás elleni meccs történelmet 2014-re tehető vissza, a legutóbbi, akkor 1-0-ra győztek az olaszok, az egy barátságos mérkőzés keretén belül zajlott, de egy tételbíró mérkőzés, szintén 2017-ben, ugye a 2018-as világbajnoki selejtező sorozatban mérték össze tudásukat, és mind a kétszer az olaszok nyertek, egyszer 2-0-ra, aztán viszont 1-0-ra nyertek, mind hazai pályán, mind idegenben. Di Lorenzo, Bastoni, Di Marco, Barella, ki a szélre Chiesának, Raspadori, ez nagyon jó a labda, Fratesi, Zaniolo, ott a gólhelyzet, Zaniolo! Elmegy a kapu fölött keresztbe a labda sajnos, hát kár érte. Nagyon fölé helyezte a labdát. Marad a 0-0. Bensa végezheti el a kirúgást Uzuni felé. Uzuni, ugye sokáig erősítette a Ferencváros, most a Granada játékosa. Csikalesi és Jorginho nagyon szépen szerez labdát. Raspadori. Jesszére Barellának, vagy ott középre, bocsánat, Barella. Bent van a 16-oson belül. Lepasszolja, de a védelem állja a sarat. Jorginho... Bayremi, bocsánat. Most a albánoknál van a labda. Uzuni, les. A les taktika egyébként nagyon jó az olaszoké. És hát ugye a sokat szidott Donnarumma, ugye a PSG játékosa, aki továbbra se tudott bajnokok ligáját nyerni csapatával. Ugye korábban az AC Milan meghatározó játékosa volt, és utána az Európa bajnokság. Ha az emlékeim nem csalnak, az Európa bajnokságot követően lett a PSG játékosa. Scalvini, Di Lorenzo, Fratesi, Barella, elveszíti a labdát, jöhetnek az albánok.
Bajrami. Asani. Asani cselezget. Nagyon szép összjáték. Uzuni Donnarumma kezébe. A 15. percben az első kapura lövése volt Albániának. Most már kiegyezhetünk egy 1-1-jel a kapura lövések számával. Bastoni. Di Lorenzo. Fratesi. Szép összjáték egyenlőre. Raspadori. Fratesi. Zaniolót nagyon jól indították, nem volt les. Beragadt az egyik védő. Zaniolo megint elő kapu mellé. A kapu előtt keresztbe, szebben fogalmazva. Hát valahogyan javítani kéne azon a lábon, mert azért... Hát vagy lehetne azt is mondani, hogy nem elég széles az a kapu. Mert megint előtte keresztbe. Vagy be is adhatta volna. 19. perc. Egyelőre 0-0. Holnap természetesen három mérkőzést játszanak le, a Lengyelország-Hollandia mérkőzést, illetve, én mondom önöknek a menetrendet, tehát a Lengyelország-Hollandia, Szlovénia-Dánia és a Szerbia-Anglia mérkőzésekkel fogjuk önöket várni nagyon-nagyon sok szeretettel. Csikalesi, közben Donnarumma. Pattogtatta egy picit a labdát, hogy lenyugtassa csapattársait, de tízőt eladják az olaszok, tehát ráadásul Bastoni, Asani, Di Marco, hát a Donnarummának, hátulról építik újra a támadást az olaszok, Jorginho, Fratesi, jól indítás Raspadorinak, Raspadori, nem jönnek a társak, úgyhogy neki kell egyedül megoldani a Raspadori, és ők jöhetnek bedobással, 25. perc. Zaniolo a bedobással. Nem tud lefordulni. Tehát jöhetnek az albánok. Ramadani. Bajrami. Szép összjáték. Asani ki a szélére. Asaninak. Megtolja. Asani. Lepasszolja. Asilani. Ott a beadás középre. Kifejelik. De még mindig nem szabadul fel a kapu. Csak most. És jöhet az olasz kontra. Zaniolo. Ő viszont tolságosan megtolta, de visszaszerzi a labdát, indítja Raspadorit, aki nem volt lesen, úgy tűnik. Raspadori, ott a lövés, kapufa! Ramadani indulhat meg, de ő is hosszan megtolja. Keiza, Zaniolo, cselezget, lepasszolja Raspadori, viszont eladja a labdát. De visszaszerzik az olaszok, Baraja, ő is eladja sajnos a labdát. 31. perc vége, 32. percben vagyunk. Nyomás alatt van mind a két kapu. Helyzetek, helyzetecskék megvannak mind a két oldalon. Bajrami. Ezt kell vinni, próbál felszabadítani, de nem jön össze. Ezzel indul a Albánia, ott a gólhelyzet, Donnarumma jön. Aztán nem tudna felszabadítani, szöglet. Jött az első szöglet a mérkőzésen. Volt egy meg nem értés. Donnarumma meg a védő között. Na nézzük. Bajrami végezheti el az első sarokrugást. 34. perc. Ezt is kifejelik az olaszok. Keiza. Egyedül indulhat meg nagy lendülettel. Kontratámadás. Jönnek a túloldalt a szélen. Egy ember is várja, most már kettő. Na nézzük, Keiza. Ott a beadás! Zaniolo, gól! A 36. percben megszerzi a vezetést Olaszország. Hát a sokadik próbálkozásra csak sikerül betalálni a Zaniolónak, hogy a kettő kapura lövése volt, és ez mind elment a kapu mellett. Most viszont csakmat helyzetben kihasználták ezt a gyors kontratámadást, ugye a védők nem tudták utolérni. Hát lehet erről is vitázni, hogy ez mi lesz, mi nem lesz, ez nem lesz, mert mélységből indult. 1-0 tehát Olaszország javára. Bajrami. Na nézzük, mit tettnek az albánok. Hát, hogy kiegyenlítsenek? Az is lehet. Csikalesi. Asani. Asani tolja meg. Leviszi az alapvonalig. Ott a beadás, csak kifejelik az olaszok.
Nézzük, felszabadítanak. Egyelőre nem. Nem szabadul fel az olasz kapu. Itt volt egy kis megnemértés. Asani. Csikalesi. Ott a gólhelyzet. Bajrami. Lepasszolja. Barella. Egy kicsit veszélyesen hátra Donnarumának. Donnarumma ellenfélhez. Aztán javítja hibáját. Di Lorenzo szabadít föl. De még mindig nem szabadul fel az olasz kapu. Meg viszont egy sérülés. Történt meg is állítja a játékvezető a játékot. A 42. percben. 24-es, akkor az Keiza lesz. Szerencsétlen helyzet. Úgy tűnik, hogy kényszercsere lesz. Így is van. Mielőbbi gyógyulást kívánunk Keizának. És hát a helyére jön Orsolini. Hát mivel más szélső játékos nincs. Nincs. Nincsen másik szélső, úgyhogy ez a kényszercsere. Hát nagy érvágás lesz olaszol. Így. Elég durva belépő volt ez. Én szívem szerint egy sárgát is adhattam volna, de ez csak az én véleményem. Nem tudom, hogy önök hogy látták. Eléggé durván elkaszálta, úgyhogy labdaejtéssel indul újra a játék. Itt átadható még egyszer Zaniolo gólja. Ahogy mondtam, három helyzete volt is, végül aztán sikerül az elsőt megszereznie, úgyhogy ezzel a góllal tehát vezet Olaszország. Megtörtént a csere, Orsolini föl, Keiza le, úgyhogy lehet, hogy egy pár mérkőzés, vagy hogyha gyorsan regenerálódik, akkor lehet, hogy csak pár napig pihentetni kell, bár mondjuk az olaszoknak azért ott lesz még egy horvát, meg egy spanyol találkozó. Szóval azért az nagy érvágás már most. Főleg úgy, hogy most ott van az albánok előtt a lehetőség! Felsőléc! És aztán mi lesz a bal? Gól! Egyenlít Albánia a fél időzárásaként a 46. percben. Itt láthatom még egyszer, először a felsőlécre, aztán ott a védő, nem tudom mit csinál, el ki kellett volna fejelnie, de Asani a gólszerző. Nem tudom, mit várakozott ennyire az az olasz védőjátékos. Ezzel a védelmi hibával kiegyenlített Albánia. Donnarumma is nézi, bár mondjuk, nem tudom miért jött ki a kapujából. Yasir Asani találatával, tehát 1-1 a mérkőzés állása. És nincs is tovább. Véget ér az első 45 perc. Kedves nézőink, én azt hiszem, hogy az első félidő alapján jobban rászolgál Olaszország a győzelemre, de a legjobb emberük hiányába így nagyon nehéz helyzetben van, de hát láttunk már olyan mérkőzéseket, hogy a legjobb emberüket elvesztve tudtak nyerni. Úgyhogy bízunk a folytatásban, a félidőben Olaszország-Albánia 1-1, innen jövünk hamarosan. Tok már a pályán, megkezdődik közben a második 45 perc, csere, hogy jól látom, nem történt egyik oldalon sem. Úgy tűnik, hogy Luciano Spalletti egyelőre nem akar változtatni a csapaton, mondjuk csak egy cserét használt föl, az is kényszerből. Meglátjuk, hogy az olaszok mit fognak kihozni. Már rögtön a második félidőben helyzet, és hop-hop-hop-hop, Ramadani piros lappal kezdi az EB pályafutását. Tehát ez a második piros lap egyébként az EB-n. Az első ugye az előző mérkőzésen, a horvát-spanyol mérkőzésen volt, úgyhogy megvan a második piros lap a mai tornán, a 48. percben. Elég durva belépő volt ez. Scalvini. Orsolini. Ugye ő állt be kényszerből. Orsolini próbálja megszerezni a labdát, de nem jön össze. Hiszáj. Asilani. Bajrami. Nem nyújtja, de előnyösebb helyzetben volt az olasz játékos, és hát hátra Donnarummának. Di Marco. Raspadori. Orsolini. Orsolini cselezget, indítja Di Marcót. Di Marco egy csel, és aztán belebonyolodik a cselbe. Úgyhogy az albánoké a labda. Uzuni. Bajrami. Szép összjáték. Hiszáj. És aztán marad az olaszoknál a labda. Donnarumma.
ellenfélhez, és ezzel megszerzi a vezetést Albánia az 54. perc végén. Ahogyan az egyenlítő gól is úgy született, most a vezető gól Albániának egy óriási védelmi hibának köszönhetően. Na mit gondolt Donnarumma? Ott volt a csapattársa, de hát ott érkezett az ellenfele is. Hát nem reagált túlságosan jól. 2-1 Albánia javára. Mondjuk ki teljesen megérdemelten. Vezet Albánia. Uzuni góljával. De meglátjuk, hogy az olaszok mit lépnek erre. Orsolini már rögtön a középkezdésből próbál támadást indítani. Olaszország, de csak egy ember várja ott bent középen, úgyhogy megvárja a társakat két védővel. Két védő kíséretében Di Marco, Scalvini fele. Majdnem eladta a labdát. Barella, ő viszont nem tud mit kezdeni a labdával. Asani. Asani is ismerős név lehet. Magyar bajnokság. Ja, a magyar bajnokságból. Uzuni. Jó labdaszerzés Scalvinitől, nem volt szabálytalanság ellenfélhez, de utána Jorginho mondhatnám, hogy eladja, de nem. Fratessié a labda. Megtolja. Fratessi, jó a lepassz, Raspadori, Barella, ott a gól, ez egy Zitzer, Orsolini, és majdnem gólt lő, de elmegy a kapu mellett. Hát nem sokon múlott. Sakmat helyzetet alakított ki az olasz válogatott, de nem tudott élni ezzel a lehetőséggel a 61. percben. Tartja a 2-1-et Albánia. Viszont egy nagyon jó labda szerzés lenne Di Lorenzótól, de szabálytalanul sikerült megszereznie. Egy albán szabadrugás. Ugyanaz a helyzet, mint a horvát mérkőzésen, hogy emberhátrányban képes gólt szerezni az ellenfél. Hát így lehet eltüntetni az emberhátrányt, ahogyan említettem. Asani. Asani Barellát ültette be a hintába. Uzuni. Uzuni. Asani lő, Donnarumma. Másodjára már sikerült megfognia. Bastoni. Jorginho. Barella. Széléről indítja a támadást Olaszország. Orsolini, de hát bocságosan hosszan is tolta meg. Fél óra van hátra a rendes játékidőből, óriási meglepetésre Olaszország-Albánia 1-2. Itt viszont egy újabb védelmi hiba, és ezzel lehet, hogy 3-1-re fog vezetni Albánia, de nem! Elmegy a kapu mellett a labda. Cserélnek az albánok közben, Seffer, illetve hát nem láttam a másikat, de Mityai, illetve Asani jön le a pályáról. Később is meglátjuk, hogy ki volt az a két bejövő játékos. Kapura lövések arányát láthatjuk, hogy 5-1-re vezet Albánia. Seferi jött föl, illetve Balulu. Raspadori, Di Marco. Raspadori, Fratessi, Zaniolo, gólhelyzet! Ő is ellövi keresztbe a labdát, hát ez hihetetlen, hogy ilyen bénák legyenek az olasz játékosok, már elnézést a kifejezésért, de hogy lehet így eltalálni a labdát most őszintén? Bocsánatot kérek az olasz drukkerektől, de ez már a második helyzet, amit kihasznál az olasz válogatott sakmat helyzet. A horvátok viszont be tudták lőni, az olaszok most nem. Nem jön össze az egyenlítő gól. Itt viszont egy szabálytalanság. És egy cserem. Scamacca érkezik Raspadori helyére. Na meglátjuk, hogy ez a frissítés mit fog hozni. Az biztos, hogy így az utolsó 20 percbe érve, de nézzük ezt a szabadrugást, amit az olaszok kifejelnek, hogy itt már csak a döntetlen az elég. Mert hogyha most megnézzük a mostani csoportot, akkor Horvátország vezet, Albánia a második, harmadik lenne Olaszország és utolsó Spanyolország. Újabb csere az albánoknál. Csikálesi jön le, és jön fel Mia a pályára a 74. percben.
Orsolini. Barella. Ez egy nem jó labda. Milla. És labda érintése volt. Ilyen szélre Seferinek. Szileni. Jó labda szerzés Barellától. Scamacca. Orsolini. Na nézzük, hogy hátra sikerül egy jó beadás szereznie. Orsolini. Ott a gólhelyzet. Jorginho! És a kapusnak kell védenie. 77. perc. És jön Locatelli? Nem jön Locatelli. Még egyszer visszanézhetjük a kapusvédést. 77. percben vagyunk még mindig. Kis szöglet az olaszok részéről. Barella. Ott a gólhelyzet. Scamacca, de nem tud mit kezdeni vele. Passzolási arányokban egyiket többen passzoltak az olaszok. A gólhelyzetet úgy ki tudtak alakítani, de nem tudtak mit kezdeni vele. Di Marco középre, de előnyösebb helyzetben volt az albán. Fratesi, Zaniolo, Zaniolo! És megint az albán kapus. A végállomás. És akkor most jön Locatelli. A 80. percben. Fratesi jön a pályáról. És a helyre jön. Mutatnak Locatelli az utolsó 10 percben. Utolsó lehetőségek egyik az utolsó 10 percben. Barella újabb kis szöglet. Ott a beadás középre, hosszúra, de nem érkezett játékos. Újságosan el. Hosszúra ment. Itt lát a Tuzuninak a statisztikája. Rövid ideig átadták a nézők. Újabb labdaszerzés lett volna az olaszok részéről. Seferi kicsit dekázott. Bayrami. Uzuni. Szép összjáték. Asszilemi. Donnarumma. És a gólvonalról sikerült. Gólvonal előtt sikerült megállítani a labdát. A kapusnak. Hát kis híján már 3-1-re vezethetett volna Albánia. Jorginho. Scamacca. Ez nagyon jó, Orsolini. Kapu előterében Orsolini elhagyja a labdát, és ezért nem tud komolyabb gólhelyzetet kialakítani. Még egyszer megpróbálhatják, de aztán mégse. Scalvini. Uzunival szemben. Egyre feszültebbek kezdenek lenni az olaszok. Hát nem csodálom, 87. percben vagyunk. Zaniolo. Scamacca. Ő viszont nem tudja jól megszerezni a labdát. Hiszáj. Rázza a védőjét. Di Lorenzo nem tudja megszerezni a labdát. Uzuni. Seferi. Seferi Uzuninak. Utolsó percek egyike már. Letelik a rendesen játékidő. Asalina. Uzuni. Donnarumma. És aztán megint megvan a kapusnak. 4 perc hosszabbítás. Ennyi ideje van alatt Olaszországnak, hogy kiegyenlítsem. Bayrami. Bayrami, bocsánat. Ott a lövés. Donnarumma. És mindent egy lapra feltéve rohamoz Olaszország. Barella. Ez viszont nem fog eljutni a kapuig. Milla. Jorginho becsúszik, ez viszont könnyed egy Donnarummáé, és itt a mérkőzés vége. Igen, hallhatják a kedves nézők a fügy koncertet az olaszok részéről, hát én is meg vagyok döbbenve, hogy a címvédő Olaszország elvérzik Albánia ellen a mai nap záró találkozóján. A képelátható Uzuni gólja döntött a mai találkozón, és hát az olasz válogatottnak össze kell szednie magát, hogyha tovább akarnak jutni a csoportból. A végeredménnyel búcsúzom, Olaszország-Albánia 1-2, a viszontlátásra, viszont hallásra.